Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Kiállítás nyílt az új látásművésztelepen készült munkákból. Az elmúlt 2 év alkotásait Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban tekintetik meg az érdeklődők november 21-éig. Megnyílt az új látás kiállítás a Babits Mihály Kulturális Központban. A Tolna megyei önkormányzat támogatásával második alkalommal jött létre nyári alkotótábor a Tolna megyei tehetségeknek. Az itt készült alkotásokat mutatták be a műértő közönségnek. Ez az első új látás kiállítás, ami 2019-2020-as művésztelep alatt létrejött alkotások összegzése, bemutatása. Eddig a művésztelepek végén nyaranta záró kiállítást rendeztünk, és a helyszínen mutattuk be a művésztelepen létrejött munkákat, és nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy most így a festészet napjához valamennyire gravitálva, ahhoz kötődve be tudtuk mutatni 2 év termését, vagy be tudjuk mutatni. Vegyes az anyag, de van benne bőven kohéziós erő, ami egyrészt a helyszínből is adódik, a közös alkotásokból, illetve a kortárs jellegből, hogy egy korosztály együtt alkot egy ideig, és ez összetartja ezt a viszonylag sokrétű, több technikával létrejött kiállítási anyagot. Szóval 2 év termése látható most itt egyszer. Egyelőre elsősorban megyeszékhelyre koncentrálunk, a jövőt még nem sejthetjük, de mivel ez egy Tolna megyei projekt keretében jött létre ez az egész művésztelep, ez volt most elsősorban lényeges, de vannak hosszú távú terveink is az anyaggal. Lehet, hogy megvárjuk a jövő év termését, és akkor tovább gondoljuk ezt a kiállítás turné ötletet. A Tolna megyei önkormányzat több olyan projektet indított, ami a megyei tehetségeket támogatja. Tolna megyei önkormányzat az kiemelt feladatának tartja a helyi és a megyei identitás erősítését, és ennek az egyik eszköze például az egyik projektünk, aminek keretében Európai Uniós forrásokat használunk föl arra, hogy a megyei identitást erősítsük. Ennek keretében valósítjuk meg az úgynevezett 5-3-1-es projektünket, aminek az egyik lába ez a képzőművészeti láb. Ezt most már 2 éve működtetjük szakmai vezetővel, kiállításokkal, előadásokkal és alkotótáborokkal is. Idén már a második alkotótábort valósítjuk. Meg, és ez a program még a jövő évben is folytatódni fog. Azt követően pedig nagyon reméljük, hogy önálló lábra áll az új látás, és már nem csak költségvetési támogatással, hanem saját magában is életképes lesz és működni tud. Szerintünk minden jel erre utal, mint például ez a mai esemény is, hiszen ez a mai kiállítás is egy önálló kezdeményezés, már nem a projektből valósul meg, hanem az új látáshoz kapcsolódó szakmai vezető, illetve a kiállító művészek döntötték el, hogy szeretnének megmutatkozni itt a megyeszékhelyen is. A projektnek a képzőművészeti lábon kívül még további 4 alkotó eleme van, illetve programsorozata van, ezek pedig a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a közösségfejlesztési vonal. Mindegyik lábhoz különböző programok tartoznak, ennek keretében a megyei önkormányzat 2021 tavaszáig több mint 100 kulturális közösségfejlesztési programot valósít meg, mindezzel erősítve a helyi, illetve megyei identitást. Ennek a programnak a keretében a Tolna megyei önkormányzat 60 millió forintot biztosít a közösségfejlesztési feladatoknak az ellátására és fejlesztésére. És hogy miért is fontos az új látásmozgalom, és mi a szervezők vagy az alkotók célja ezzel? A közönséghez közelebb hozni magát a kortárs képzőművészetet, és a kortárs képzőművészekhez a közönséget. A közönség nélkül nem működik a műalkotás, tehát így önmagában áll egy kép, de hogyha nincs néző, akkor mint hiába értékekkel bíró alkotás. Szükségünk van egymásra, és hogy azt is szeretnénk tudatosítani az emberekben, a nézőkben, a befogadókban, hogy valójában nekik is a képzőművészetre szükségük lehet, csak most ez a társadalomban nem annyira tudatos, és mi ezt szeretnénk érzékenyíteni, erősíteni bennük, megmutatni magunkat, tehát hogy a fiatal képzőművész, Tolna megyei képzőművész generációra felhívjuk a figyelmet, ez a cél, de nem csak önző, adni is szeretnénk, adni a közönségnek a művekkel. Óriási ellenszél van a vizuális kultúra területén. A vizuális kultúrába értem a tömegmédiumok hatását is. Tehát nehéz egy festménynek, ami egy statikus dolog, eljutni egy,
egy átlagos ember tudatáig, hiszen tele vagyunk vizuális információkkal. Ha csak belegondolunk, hogy a képernyők világa mennyire uralja a tudatot, nehéz hozzá felületet találni. Na most egy kiállítás eleve egy szeparált térben látható most jelenleg, úgyhogy ehhez ide kell fáradni, be kell jönni, tehát nyilván egy olyan közeg tud vele találkozni, aki eleve nyitott rá. Nem akarok itt olyan gondolatokba bocsájtkozni, hogy teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy világmegváltó sikere lesz ennek, de ha egyénenként egy valakibe egy mű megmozdít valamit, akkor már azt hiszem, hogy elérjük a célunkat. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke is részt vett a megnyitón, de csak mint szemlélődő. Saját elmondása szerint nem ért a képzőművészethez, viszont fontosnak tartja a tehetségek támogatását. Csodálom ezeket az alkotásokat, meg általában a képzőművészeti alkotásokat, de nem értek hozzá. Úgyhogy igazándiból a munkatársaim, meg a közösség, az a Tolna megyeiek is szeretik ezeket a dolgokat, és azért álltunk bele ebbe, meg azért exponáljuk magunkat ilyen helyeken, mert úgy gondoljuk, hogy minden, ami szép, minden, ami esztétikus, előre visz. Hát azt gondolom, hogy ez egy általános emberi feladat, tulajdonság, hogyha találunk magunk körül olyan embereket, akik valamiben jók, nagyon jók, tehetségesek, és olyanokat tudnak alkotni, mint az itt látható képek, alkotások, akkor ezeket célszerű támogatni. Sajnos a megye közgyűlése, meg a hivatala igazán nagyon sok mecénási díjat, pénzt, meg ilyesmit nem tud erre fordítani, de azt gondolom, hogy a legfontosabbat azt tudjuk adni, a figyelmet, azt a megértés megpróbálását, és az, hogy közösségbe terjesszük, hogy ez milyen jó és milyen szép. Az idei alkotásoknak egyik témáját a mozgalom neve adta. Könyvkatát, szervező és alkotót például az új látás fogalma ihlette meg. Ezen a fogalom páron gondolkozva a résztvevők szemeiről készítettünk közeli felvételt, nagyon közeli pupilla fotót, egy fotós művész segítségével, aki szintén részt vette a művésztelepen, és ezeket a kimerevített és kinagyított pupillákat rajzoltam meg, olyan módon, hogy egy olyan rendszerbe illesztettem őket, ami a bráírás szerinti új látás kódot jelöli. Én ezt a munkámat emelném ki, ez az idei alkotás. Tehát elsőre absztraktnak tűnő kör, mandalák, tekintetek néznek ránk a képről, de hogyha valakinek megvan a kulcsa a gondolatvilághoz, vagy hát ehhez a jelrendszerhez, akkor el is tudja olvasni ezt. Valahol azért a képzőművészetnek az allegóriája, hiszen egy dolog látni, és egy dolog nézni valamit, és egy másik dolog látni, és az új látás is ezt célozza meg, hogy megtanulni, egy kicsit olvasni a képeket. A kiállítás november 21-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Babits Mihály Kulturális Központban. A Magyar Tudományos Akadémia már 1997 óta megemlékezik a magyar tudomány ünnepéről. Hivatalosan azonban 2003 óta ünnepli a tudományos élet a napot, melynek keretében a szekszedi Wosinski-Mohr Múzeum kutatói számolnak be az elmúlt esztendőben végzett tevékenységükről. Az előadás sorozat képezi minden esztendőben az intézmény hivatalos kiadványának anyagát. A Wosinski-Mohr megyei múzeum munkatársai évek óta a Magyar Tudomány napján számolnak be, részben kollégáik, részben a hallgatóság előtt az előző év kutatásainak eredményeiről. Odor János Gábor igazgató azt mondja, ez a fórum nagyon fontos része a közgyűjtemény szakmai munkájának, hiszen így kapnak képet saját magukról. A Magyar Tudomány ünnepét 1997 óta ünneplik meg országosan, és mivel ez a november 3-i dátum eléggé az év vége fele esik a múzeum, mint tudományos intézmény is, most már évek óta felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a tudományos feladatokat is ellátó munkatársak, a múzeológusok hát részben számot adjanak, vagy legalábbis ízelítőt adjanak egy rövid kis előadás keretében nagy érdemű közönség számára, hogy abban az adott évben mivel foglalkoztak. Nem magunknak szól természetesen, magunknak is. Tehát azért az jó dolog, hogyha egymásnak a dolgairól, tehát ki mivel foglalkozik, házon belül is tudunk, de hát ez egy nyitott rendezvény. Most koronavírus járványtól függetlenül is nyilván betartva az aktuális szabályokat, de nem szerettük volna elhagyni ezt a régóta bevált rendezvényünket, és szerencsére azért jöttek is kívülről érdeklődők.
Mindig van olyan, ami valamilyen évfordulóhoz kötődik, tehát ilyen értelemben a Mészöly Miklósi 2021-ben a 100. születésnapját fogjuk ünnepelni. Lovas Csilla például ennek apropóján választott egy szekszárdi Mészöly témájú előadást, vagy dr. Kánémet András, tudományos titkárunk, 100 éve elhunyt Kammerer Ernőre, a kiváló középkoros történészre emlékezik. De nagyon sok olyan téma van, azt gondolom, ami a nagy közönség érdeklődését is felkelthetik. Vízi Márta muzeológus azt mondja, ez a tudományos munka az alapja a múzeum egyéb tevékenységének. Ez a nap tulajdonképpen kihangsúlyozza azt, hogy a múzeumok tevékenységében a tudományos munka az egyik alappillér, és egy olyan nélkülözhetetlen tulajdonképpen pillér láb, amire az összes további tevékenységünk támaszkodik. Értem ez alatt a kiállításainkat, értem ez alatt a tudományos kiadványainkat, köztük az évkönyvet, illetve az elmaradhatatlan közönség fogadó tevékenységünket, a múzeumpedagógiai tevékenységet, és a múzeumpedagógiai tevékenység körébe az értemén az óvodásoktól egészen a felnőttekig tartó ismeretterjesztő tevékenységet. Ez így elég, hogy mondjam, hivatalosan hangzik, hogy ismeretterjesztő tevékenység, de azt gondolom, hogy nekünk a társadalom minden szegmensét meg kell tudjuk ismertetni azzal, amit itt teszünk. Most ennek az alapja, a gyökere, ez a bizonyos múzeumi tudományos nap. Ez azt jelenti mindannyiunk számára, hogy ahogy abból indultunk ki, hogy miért is fontos ez a tudomány napja, hogy mindannyiunk számára ez egy összegzést jelent gyakorlatilag minden évben, vagy akár már év elején, vagy akár holnaptól, hogy mi is lesz az a következő csomópont, amire én fel fogom fűzni mondjuk az egész évi munkámat, mi az, ami kutatásokat el kell végeznem, ahhoz, hogy majd egy év múlva, egy következő novemberi ilyen tudományos napon ezt elő tudjam adni, és ugye, hogy megint tovább kanyarodjunk, hogy aminek az eredményeit a már említett fórumokon hasznosítani tudjunk. És azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen ez a lényege a mi munkánknak, hogy ezeket az apróságokat, ezeket a szenzációkat, hogy a két végletet említsem, ezeket mi minden évben a nagy közönség elé tárjuk, és ezek az előadások igazából még azért is nagyon fontosak, mert itt valóban a nyilvánosság mellett személyesen lehet találkozni az összes kutatóval, lehet beszélgetni, kérdéseket föltenni. Maga az, hogy személyes találkozásra is lehetőség van, személyesen is itt lehet ülni és megismerkedni magával, a kutatóval, illetve a kutatásokkal, és akinek kérdése van, hozzátenni valója van, esetleg szeretné fölhívni a figyelmet arra, hogy ez főképpen ilyen újkor történeti témáknál van, hogy még otthon a ládafiában milyen iratok vannak, amik fontosak lehetnek a város, a megye, az ország szempontjából. Tehát ez mind-mind teret ad neki. Sokszor előfordul egyébként, hogy ilyenkor kezdődik olyan személyes kapcsolat a városban lakó emberekkel, akik eddig valamiért nem érdeklődtek akár a város történetével, akár a saját családjuk történetével, és akkor itt most ez megtörténik, vagy hoznak be leletet, hogy hát esetleg most ezt megnéznénk, és akkor ez elindít akár egy régészeti témakutatást is. Tehát nagyon-nagyon nagy tere van ennek, és lehetőségünk van arra, hogy valóban élő kapcsolatot teremtsünk a környékbeliekkel, tehát nem egy halott intézményről van szó, amelynek a kutatói vagy dolgozói bezárkoznak egy elefántcsontoronyba, hanem valóban élő kapcsolatokat teremtenek a környezetükkel. A tudományos előadások összegzése az a kiadvány, mely minden esztendőben napvilágot lát a múzeum gondozásában. A Magyar Tudomány Ünnepe 2020 sorozat keretében számos előadásra és rendezvényre kerül majd sor országszerte. Az idei program mottójául a jövőt formáló tudománygondolatot választották a szervezők.
restauráltatják a szekszárdi Urunk mennybe menetele templom 130 éves orgonáját. A Pécsi Egyházmegye pályázati úton szerzett több mint 40 millió forintos támogatást a hangszer felújítására. Az orgona legközelebb májusban lesz hallható megszokott helyén. Nem mindennapi látvány fogadja a szekszárdi Urunk mennybe menetele templomba érkezőket, ugyanis a közel 200 éves barokk stílusú orgonaházból eltűnt a 130 éves Angster József féle 24 regiszteres orgona minden eleme. De nincs ok az aggodalomra, hiszen szakemberek szedték szét, és restaurálás után vissza is építik majd. A pécsi orgona építő manufaktúra fogja restaurálni vagy helyreállítani. Tehát minden egyes elemét ilyenkor lebontja, és elviszi a műhelybe. És ott a műhelynek a különböző egységei, mint asztalosok, sípkészítők, minden egyes elemet kézbe vesznek, megtisztítanak, rozsdátlanítanak, kiegészítenek, ha kell, újra cserélnek. Tehát itt több ezer alkatrészről van szó, csak sípból 1350 van ebben az orgonában, tehát tulajdonképpen több tízezer elemről van szó, és ezt minden egyes elemet ők feljavítanak. A 130 év alatt ez az orgonál még soha nem lett ennyire szétszedve. Minden orgonát úgy illik 10-15 évenként kitisztítani, de igazán néhány évtizedenként valóban restaurálni. Itt elmaradtak ezek a munkák, és ugye bepiszkolódik egy orgona az évtizedek alatt, a párától is esetleg rozsdásodik, szorulnak az alkatrészek, tehát ahhoz, hogy jól működjön játéktechnikailag, és újra a szép hangzásában érvényesülhessen, ehhez valóban teljesen szét kell szedni és újraépíteni a hangszert. Most az eredeti állapotnak a helyreállítása történik. Ez azt jelenti, hogy pontosan amit időközben, az idők folyamán változtattak rajta, azokat mi most kiiktatjuk, és az eredeti hangszer orgonát építjük vissza. Természetesen, hogyha majd a jövőben még egy kis bővítés, vagy bármi felötlik, akkor arról lehet beszélni, de a jelenlegi cél, az elsődleges, az az eredeti orgona helyreállítása. A hangszer restaurálási terveit Hajdók Judit orgonaművész és orgonakutató készítette a Pécsi Egyházmegye megbízásából. Több mint 40 millió forintot nyertek pályázati úton a múlt évszázadi hangszer felújítására. Nem csak a műemlék orgona megmentése volt a cél a restaurálással, de sokkal költséghatékonyabb is a helyreállítás, mint egy új hangszer vásárlása, mondta a szakértő. Egy új orgona esetében mi regiszterenként számoljuk az orgona árát. A regiszter az mindig egy darab sípsor, és annyi sípból áll, ahány billentyű van. Ma egy új orgonának az ára az körülbelül regiszterenként 3 millió forint. A helyreállítás azért az olcsóbb, az úgy körülbelül az 50% szokott lenni. Vagy esetleg még olcsóbb, azt szerint, hogy az orgona milyen állapotban van. Tehát egy új 24 regiszteres orgona megvásárlása több mint 70 millió forintba kerülne, viszont ennek töredékért lehet helyrehozni a 130 éves Magyarország egyik legnagyobb orgona készítője által megalkotott hangszert. Azonban ez rengeteg időt vesz igénybe, a restaurálási munkálatok 4-5 hónapon keresztül folynak majd. Márciusban érkezik vissza az orgona, mert a páratartalomhoz újra be kell állnia a fa nagy egységeknek, és májusban lesz a hivatalos átadás. A kettő között egyrészt beszabályozzák a hangszert, és főleg az 1350 sípot újra kell intonálni és hangolni az adott térhez. Tehát ez több hetes munka. A hangja pedig az eredeti fényébe fog élni újra az hangszer orgona. És hogy észrevesznek-e ebből bármit a hívők? Az orgonista mindenképpen, mert lesz egy jó működő orgonája, és nem kell kínlódni a hangok leütésével, vagy pedig, hogy egy hang nem szólal meg. Feltételezem, hogy a telített hangot, mert most minden síp szólni fog, és tisztára hangolva, ezt a különbséget hallani fogják, igen, a hívők is. Balázs Ellemér dobosként és zeneszerzőként meghatározó alakja a magyar jazz életnek. Olyan legendás zenekarok tagja volt és tagja a mai napig, amelyekkel kiemelkedő sikereket arattak itthon és külföldön egyaránt. Zenekara idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és erre az alkalomra készült lemez koncertjét hozta el a Művészetek Házába.
aki valamelyest járatos a magyar jazz világában, nem ismeretlen számára Kőszegi Imre vagy Kovács Gyula neve. Ők voltak a mesterei Balázs Elemérnek, akit egészen fiatalon, alig 16 évesen magába fogadott a jazzzenészek társadalma. Együtt zenélt például Babos Gyulával, Dés Lászlóval, Pege Alladárral vagy Schneeberger Ferenccel. 20 esztendővel ezelőtt hozta létre saját zenekarát és alakította ki azt a zenei stílust, mely leginkább képviseli saját világát, zenei ízlését. Sokszor játszottunk itt, más formációkban is, nekem ez egy nagyon kedvenc hely. Szerintem itt a jazz az nagyon, de nagyon erősen működött, és egy jelentős része volt a jazz életnek az országban. Itt Szekszárdon. Ez az egyik legfontosabb dolog, én azt gondolom, egy zenész életében, hogy minél több dolgot kipróbálhasson, minél több formációban játszhasson. Nekem ez sikerült. Tényleg most így a napokban gondoltam bele, hogy nézegettem ilyen régi felvételeket, és te jó ég, hogy kikkel játszottam, és mennyiféle formációban, és több mint 100 lemezen működök közre, 100 CD-n. Hatalmas dolog. Hát de tényleg egy boldog ember vagyok, tehát hogy mindent megkaptam, amire vágytam, vagy amit álmodtam, mikor ezt a hivatást választottam. Mindig arra koncentráltam, amilyen formációban voltam. Nyilvánvalóan ezek mind pozitív irányba ragadtak rám, tehát hogy az ember tényleg ettől rengeteget fejlődik, de nekem a saját stílusom, amit én a zenémmel vagy a zenekarommal akartam csinálni, az valahogy mindig a fejemben volt, és akkor azt én próbálgattam mindig úgy csinálni, mint ami ahogy megszületett a fejemben, és akkor ezzel jutott például a gruppal odáig, hogy most már 20 évesek vagyunk, tehát hogy azért ez is elképesztő, 2000-ben alakult ez a zenekar, és most jubilálunk. Ez egyébként a Köszönjük Magyarország támogatás egyik része most, és mi itt Szekszárdon játsszuk ezt a koncertet, aminek nagyon örülök, mert tényleg jó ide visszatérni. Most régóta játszottam már itt egyébként, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt e közé, a falak közé ismét idejönni. Tehát ennek a keretén belül játszok. Pat Metheny, a világhírű jazzgitáros egyszer így nyilatkozott Balázs Eleméről. Az egyik legjobb dobos a szakmában. Összehasonlíthatatlan muzikalitással és finomsággal játszik. Képes olyan figyelemmel hallgatni minden zenei pillanatot, mellyel növeli zenésztársai játékának minőségét. Itt ami nagyon fő motívum nálam, amikor én ezt a zenekart kitaláltam, illetve ezt a zenét, amiben nagyon sokat segített az öcsém, aki szintén nagyon egy hullám hosszon gondolkodik velem, és valahol mindig sikerült nekünk ilyen jó megértésben megcsinálni ezeket a zenéket. Ez gyakorlatilag egy nagyon dallamos zene, ugye két ének, ami nagyon meghatározó végig ebben a zenekarban, egy női hang és egy férfi. Azt gondolom, hogy ez már eleve egy elég közvetlen mondani valójú zene, hiszen el vannak énekelve, és dallamos, de ugyanakkor a jazz, mivel mindig fantasztikus improvizatőrök, fantasztikus muzsikusok játszottak a zenekaromban, így az improvizáció mindig nagyon fontos szerepet kap, tehát a jazz az megmarad, tehát a jazz az ott van végig. És ami nagyon jó még, hogy a ritmusok azok nagyon gyakran kavarodnak, másfajta metrumok, ugye 7/4, 5/4, tehát hogy ettől egy ilyen nagyon érdekes, hogy mondjam, kép kerül az ember elé, mert ugye felül nagyon dallamos, hát azért van, mikor nem, de hogy közben pedig a sodrása az ilyen nagyon ritmikus. Az lenne jó, hogyha csak jó zene lenne, de jó lenne. Most képzeld, de mekkora boldogság lenne. Az lenne maga paradicsom. We'll be right back.
November 19-én 19 órától a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház Tündér Laki Lányok című produkcióját láthatják a színház kedvelők a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. November 28-án délelőtt 11 órakor pedig a gyerekeket várja a Kicsi Geszenye Klub Olli és a Fogorvos című produkciója. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!